Tovább folytatjuk az internetbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket, de ez alkalommal egészen mélyre ásunk, hiszen a mindennapjaink részét képező világháló sokkal összetettebb, mint azt sok esetben hinnénk. Egy átlagos felhasználó csak a web felszínén szörföl, vagyis csak az úgynevezett Surface Web-et használja, de nézzük meg, hogyan is áll össze a teljes egész. Gondoljunk az internetre piramisként, aminek a tetején a legkisebb rész az előbb említett Surface Web, vagy Clear Web, azaz tiszta internet, amely 4 és 10% közötti részt jelent. Ez lényegében az az internet, amely teljesen látható, és amelyet különböző keresőmotorok segítségével élünk el. A Clear Web alatt a piramisban a Deep Web, vagyis a mély web helyezkedik el, amely az internet legnagyobb részét képezi. Ez akár 400-500-szor nagyobb, mint a Clear Web. A Deep Web-et olyan összetevők alkotják, mint a számítógépen tárolt adataink, a drive-okon tárolt más adatok, képeink, fájlaink, bank és egészségügyi adatok és az előfizetéses oldalak tartalmai. Ezek az adatok nem jönnek elő direkt kereséskor, de kapcsolatban vannak azokkal. A közös bennük az, hogy mindkét aktivitás lekövethető, visszavezethető IP cím alapján. Az IP address az a cím, amely alapján egy számítógép adatokat kap és küld az interneten. Szóval, ha valaki ismeri az IP címet, akár tudhatja, hogy milyen oldalakat böngészel, és azt is, hogy hol tartózkodsz a nagyvilágban, kivéve, ha egy kicsit mélyebbre ásol, egészen a dark webig. A dark web, vagyis a sötét web, akár csak a deep web nem található meg a keresőmotorokkal, viszont a legnagyobb különbség az, hogy egyáltalán nem elérhető a hagyományos böngészőkkel. Léteznek viszont olyan böngészők, amelyek ezt lehetővé teszik, vagyis úgy váltogatják az IP címeket, hogy azokat ne lehessen lekövetni. Ilyen értelemben tehát a dark webben található illegális tartalmak bárhol tárolhatóak. Akár egy bérel szerveren a világ bármely pontján, vagy akár a szomszéd, vagy a te laptopodon is, ha nem vagy elég óvatos és nem figyelsz az eszközeid biztonságára. Ugyancsak az előbb említett böngészőn keresztül, és nem csak, a rossz fiúkat a jó rossz fiúk is megszorongatják, vagyis olyan hackerek, akik tudásukat a jó cél érdekében kamatoztatják. Ilyen például az Anonymous Hacktivist csoport, amely több alkalommal azonosította be és támadta meg a gyermekpornográf tartalmakat tároló szervereket, amelyek tulajdonosait és tagjait le is kapcsolták. A dark webben továbbá sok más illegális tevékenység és üzlet is folyik. Fegyvereket és kábítószereket árulnak, hamis okmányokat, dokumentumokat, sőt még bérgyilkost is lehet szerezni. De ha ennyire veszélyes a dark web, miért nem szüntetik meg? Egyszerű a válasz, mert nem lehet és esetenként nem is szükséges. Amit viszont tehetünk az, hogy távol tartjuk magunkat tőle, vigyázunk számítógépes eszközeink biztonságára, használunk például antivírust és tűzfalat, illetve kerüljük a szándékos használatát a dark webnek. Mára ennyi, jövő héten folytatjuk, egy újabb internetbiztonsággal kapcsolatos kifejezésről lesz szó. Viszlát!